A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, egy ritkán látott, de nagyon kedves vendéget invitáltunk meg ma a stúdióba, hiszen aki elfogadta meghívásunkat, a városunk kulturális életének minden szempontból meghatározó alakja, drámaíró, meseíró, színházrendezőként is megismerhettük, Adorján Viktor, tisztelettel köszöntelek. Jó estét kívánok! Most pedig egy csodával jelentkezett, kérem szépen, ezt hadd mutassam meg mindnyájuknak, hiszen erről fogunk beszélgetni, a Magyar Szent Korona, a gondolatok az eredetéről, történetéről, méltóságáról és misztériumáról. Ez egy örök naptár, könyv 132 oldalon, ahogy itt olvashatjuk, 187 naptárbejegyzés, 167 idézett szövegrész, 358 kép, 20 térkép és 45 egyéb ábra. Csoda. No, honnét jött a gondolat, kedves Viktor? Én azt mondom, hogy aki ezt ehhez hozzájut, az azt hiszem, hogy a teljességet veszi birtokba. Hát reméljük, illetve hát ez volt a szándékom, hogy a teljességet vegye birtokba, már ami a Szent Koronával kapcsolatos, bár hát nyilván csak olyan mélységig és olyan részletességgel, amit ez a 132 oldal terjedelem megenged. A gondolat az tulajdonképpen nagyon régi. Az ezredforduló környékén én szerkesztettem és rendeztem az Esztergomi Rádió felkérésére egy dokumentum műsort, rádiós dokumentum műsort, és ennek a szerkesztésekor már felmerült annak a gondolata, hogy nem csak egy lineáris időben előre haladó narratíva mentén lehetne feldolgozni a Szent Korona történetét, hanem, hogy mondjam, napokhoz kapcsolódóan is, tehát egy ilyen naptár jelleggel. Akkor azonban úgy hozta az élet, hogy sokáig nem volt erre sem időm, sem kapacitásom. Úgyhogy miután nyugdíjba mentem 2015-ben, akkor láttam neki többek között ennek a régen dédelgetett tervemnek is, és akkor kezdtem el komolyan dolgozni rajta. Ez azt jelentette, hogy 2019-re összeállt egy valamiféle elvi vázlata ennek a most már itt látható anyagnak, és hát én nagyon szerettem volna, hogyha ez a trianoni évfordulóra meg tudna jelenni, és kézben lehetne venni ezt, de hát sajnos az élet közbe szólt, és a járvány, meg minden egyéb, nekem is voltak saját problémáim, ezek elodázták ezt a dolgot. Tulajdonképpen ez olyan szempontból azért jót tett a dolognak, hogy volt idő teljesen kifinomítani, kicsiszolni a részleteket, és hát nem utolsó sorban, ez nagyon sok időt vett igénybe jogilag is, a képek közlését jogilag is helyre tenni, és mindent letisztázni. Meg hát a tördelése se volt egy kis munka, ez is több hónapig dolgoztunk rajta egy tördelő barátommal, és hát mostanra állt össze az, hogy ez és még egy ilyen benyomtatott makett
áll pillanatnyilag rendelkezésre, ami hát gyakorlatilag azt jelenti, hogy ez az anyag most abszolút nyomdakész, tehát ha azt mondom, holnap el lehetne indítani a gyártását. No, akkor nézzük meg a szerkezetét. Itt tartom a kezemben, úgyhogy felkészítettél engem. Miért az öröknap? Kezdjük azzal, hogy miért egy öröknaptárkönyvben gondolkodtál? Hát ugye az alapvető célom az az volt, hogy a Szent Koronával kapcsolatos legfontosabb események, történések ezek a naptár napjaihoz legyenek köthetőek. Tehát meg tudjuk azt mondani, hogy X napon milyen fontos esemény történt a koronával, vagy a koronával kapcsolatban. Innen volt a naptár elgondolás. Örök naptár meg hát attól lett, hogy valójában én azt gondoltam, hogyha létrejön egy ilyen anyag, akkor azt állandóan évről évre áttördelni, átalakítani, átszerkeszteni, az borzasztó nagy munka, és szóval semmiképpen nem éri meg ilyen értelemben a fáradtságot, meg a költségeket, és ezért gondoltam azt, hogy akkor egy olyan örök naptárat kellett, vagy kell kitalálni, elkészíteni, ami hát, ha nem is az idők végezetéig, de sok-sok éven keresztül tud örömet szerezni a használójának. Nyilvánvaló, hogy ezek olyan értékes tartalmak, amelyekről kell, hogy szó essék, hiszen ez egy alapos gyűjtőmunka, és ráadásul egy nagyon komoly szakmai munka kell, hogy megelőzze. Hogy ez hiteles legyen mindenféle szempontból, azt tudjuk, hogy a te munkásságodból, hogy mindig odafigyelsz erre. Tehát az elsődleges cél a hitelesség, illetve az a visszatekintés, ami egy egységes egészet alkot. Igen. Ezért is van az, hogy a naptárkönyv végén egy több oldalas forrásjegyzékben visszakereshető minden olyan szöveganyag idézet, ami szerepel ebben a naptárkönyvben, illetve gyakorlatilag minden fotó elérhetősége és forrása is megjelölést kapott, úgyhogy ilyen értelemben ez nagyon jó kiinduló pont lehetne azoknak, vagy lehet azok számára is, akik a téma vagy a témának egy valamelyik része iránt bővebben, mélyebben érdeklődnek, azoknak ott az a forrásjegyzék az jó kiindulási alap ahhoz, hogy utána olvassanak, tovább olvassák. Nyilván egy ilyen könyv, ahogy a célját elérje, egyik oldalról fel kell, hogy elevenítse, amit eddig is tudtunk, csak ugye egységben kezelve, a másik oldalról pedig nyilván kellenek egy olyan izgalmas, újszerű, vagy legalábbis eddig nem ismert bejegyzések, amelyek nyilvánvalóvá tesznek egy-egy tényt, amire óvatatlanul a köznapi ember nem is gondol. Hogy sikerült ezt így egységbe hozni? Hát már az első pillanatban, amikor eldöntöttem, hogy komolyabban nekiállok ennek a dolognak a megvalósításához, eldöntöttem, hogy nyilván én nem lévén történész, vagy művészettörténész, én nem tudok olyan új felfedezéssel szolgálni, ami hát valamilyen úton, módon ne lenne hozzáférhető jelen pillanatban is. Egyrészt, másrészt pedig nem vállalkozhatom arra sem, hogy a Szent Korona kapcsán ma is meglévő tudományos vitákba beleszóljak, vagy eldöntsem ezek jogosságát, vagy alátámasztottságát, vagy hiteltelenségét, úgyhogy ezt a két témát én nem szerettem volna boncolgatni. Nagyon-nagyon
pontosan megfogalmazza az én szándékomat. Révai Péter az egyik legkiválóbb magyar koronaőr, aki 1613-ban közzétette az ő feljegyzéseit a Szent Koronáról, és annak az előszavában azt írja, amit mottóul is választottam a kiadványhoz, hogy ez legyen egy foglalata mindannak, amit mások felfedeztek, megláttak, megismertek a Szent Koronáról. Hát itt egyedül a mindannak kifejezés az, ami hibázik, mert ez ma már, hát azt hiszem, hogy nem egy ilyen naptárkönyvet, hanem akár egy könyvtárat is meg lehetne tölteni vele. Úgyhogy inkább én megmaradtam a tudományos ismeretterjesztés szintjén, és igyekeztem azokat a fő vonalakat összegyűjteni, amikről, hát hogy úgy mondjam, mindenkinek illik tudnia. Tehát fontos kérdés, hogy nyilvánvaló a koronát megszületésétől egészen napjainkig, hiszen tudjuk, hogy ugye 1978-ban hozták haza, tehát addig, és ezeket a naplóbejegyzéseket nyilván hiteles forrásokból mondtad, tehát hiteles források egészítik ki, és korántsem mindig történészek. Ugye ez nagyon-nagyon fontos kérdés, hiszen ahogy itt olvastuk, az amerikai nagykövet is elmondja a saját gondolatsorát mindarról, ami 78-ban történt például, de ahogy olvastam, hogy a 1440-ben hogy Visegrádról elloptak ottan erni a koronát, hogy ez hogyan történt. Tehát ezek az egyik oldalról tények, mindenképpen történelmi tények, a másik oldalról pedig olyan érdekességek, ami azt hiszem, hogy kiegészíti az eddigi tudásunkat. Ez fontos szempont volt? Nagyon fontos szempont volt, és azt is hadd mondjam el, hogy bár, hát mint ahogy már említettem, én korábban is foglalkoztam a Szent Koronával, történetével, ilyesmi. Számomra is sok újdonságra bukkantam rá. Például nem tudom, hogy kik tudják, akik nem ezzel foglalkoznak, kik tudják azt például, hogy a tanácsköztárság idején Kun Béla egy müncheni ószeressel tárgyalt a Szent Korona elárverezéséről. Nos, ez egy olyan dolog, amit én igazándiból teljesen újdonságként tudtam csak fogadni, és hát ezért aztán fel is kutattam azt a berlini újságnak azt a számát, címoldalát, belső oldalát, ami ezt hírként közli. Ennek a fotója is látható például a naptárkönyv oldalai. Igen, mi a fotókról, illetve a képanyagról is beszélnünk kell, de előtte azért nyilvánvaló, hogy itt óhatatlanul is megjelenik, például, tehát ugye erről beszélünk, hogy mi volt Fort Knoxban, és így tovább, hogy a bulvár. Hogyan lehet ezt úgy, hogy továbbra is tudományos maradjon, mert hiszen azért ezek az események, tehát egy lopás, egy felajánlom egy ószeresnek a koronát, ez ma már a 21. század egy népszerű bulvár téma lenne, holott ebben a könyvben nem így jelenik meg. Hát igen, egyébként teljesen ugyanígy vélekedik a fiam, aki rettentő sokat segített az anyag összegerebézésében, és azt mondta, hogy hát ez gyakorlatilag egy kalandregény. Na most az érdekes az, hogy valóban kalandregény. Ami a bulvár fölé emeli, azt hiszem, az hát egyrészt a tárgya, tehát az, hogy ez a lopás, ez a elásás, akármi, elrejtések, ezek
hogy mondjam, tehát a Szent Koronával, magával történtek. Másrészt, ami a bulvár fölé emeli, hogy ahogy említettük szintén, hogy számos tudományos vita zajlik, például a titokzatos keletkezésével kapcsolatosan. Na most ezt is illik ismerni, legalább fő vonalaiban. Tehát, hogy milyen fajta elméletek állnak egymással szembe. Aztán hát ki az ismeretei, meg a meggyőződése alapján el tudja azt dönteni, hogy ő pillanatnyilag melyiknek ad hitet. Nagyon sok olyan felfedezésre váró, vagy megoldásra váró történet van a koronával kapcsolatban, aminek hát előbb-utóbb a végére kellene járni. Igen, hát én magam is tapasztaltam ezt, hiszen nemrégiben volt a Halászkastélyban egy fotokiállítás a korona történetéről, Elsimon László jó voltából hozták ide, ugye a székelyföldi erdélyi barátaink, és ott is felmerült, hogy miért Ferde, mindenki másként mondja, hogy miért Ferde a kereszt. Zománc képek eredete voltak, zománc képek nem voltak zománc képek körben a Szent Koronán. És ki és mikor tette, mikor egészült ki. Csak én azt mondom, hogy maga az alap, hogy a Szent Korona magyar államiság jelképe. Ma is, tetszik, nem tetszik. Ugye legalábbis a rendszerváltás óta. No, beszéljünk a képanyagról, mert azt hiszem, hogy olyan fantasztikus képanyagot sikerült összegyűjtened, amelyek minden történetet hitelessé tesznek. Tehát nem csak egy leírás van, hanem, és látjuk itt természetesen közben, hogy a képanyag is megfelel annak az elvárásnak, ami ezt a csodát így egységessé teszi. Igen, hát ez volt az, amiben a fiam nagyon-nagyon sokat segített, ugyanis a képek összeválogatása az úgy történt, hogy döntően az interneten indult, de hát az internet ről lehetett tudomást szerezni, hogy erről, arról, amarról milyen érdekes képanyag létezik a világon. De hát az internetnek két óriási nagy problémája van. Az egyik az, hogy ott azért nem feltétlenül jogtiszta képek jelennek meg, tehát azok szerzői jogvédelem alatt is állhatnak. A másik pedig az, hogy nem mindig olyan méretűek ezek a képek, hogy ez nyomdai feldolgozásra alkalmasak legyenek. Úgyhogy ez volt az első lépcsője a képanyag válogatásának. Gyakorlatilag ezt én magam csináltam, és amikor a kiválasztott képekből olyan minőségű, jogilag rendezhető képeket kerestünk, akkor lépett be a fiam is, mert ez egy olyan tömegű munka és levelezés volt, hogy ez már kellett az ő segítsége, és hát a képanyag az hihetetlen egyébként a nagyon-nagyon sok magánszemély segített abba, hogy képeket adományozott a saját archívumából, de ettől innen elindulva magyar, német, lengyel, Egyesült Államokbeli levéltárak is adtak anyagot ebbe a történetbe. Számos hírügynökségtől, a magyar hírügynökségtől is, MTA-tól, illetve francia AFP-től például nagyon sok képet kaptunk ehhez a dologhoz, de még a Szudáni Nemzeti Múzeumból is szereztünk képeket. Ezek is olyan ritkaságok, amik hát Magyarországon még nem jelentek meg. Igen, hát egy ilyen könyv, én azt mondom székesfehérvárként, a királyi város polgáraként, hogy alapvetés, hogy ezt Székesfehérváron jelenjék meg, hiszen nem véletlenül vagyunk a királyok városa. Főleg úgy, hogyha hozzátesszük, hogy a koronázási játékok, illetve a szentek és királyok mostani kiállításhoz is kapcsolódva, ez egy csoda.
és ráadásul ne feledjük, hogy ugye ez egy abszolút reprezentatív könyv, ami én azt gondolom, hogy ajándéknak is tökéletes, de nem csak itthon, hanem a határon túl is. Szinte bizonyos vagyok benne, hogy amikor kijön, akkor kapkodni fogják. Hát én nagyon remélem, hogy így lesz. Tényleg azon túl, hogy ez egy reprezentatív, nagyszerű kiegészítője lehet irodák, dolgozószobák, tárgyalók berendezésének, vagy iskolai osztálytermeknek, történelemkabineteknek, előadóknak. Mindenképpen ajándékként is működhet, és nem csak a tartalmánál, illetve hogy mondjam, nem csak a tényszerű, benne foglalt ismeretek révén, hanem a szellemisége révén is nagyon fontos szellemi-lelki táplálék is lehet külhoni magyarok számára. Úgyhogy például az újraindult Körösi Csoma Sándor program, vagy a Petőfi Sándor program ösztöndíjasainak is nagyon hasznos útra való utitársa lehet, de ugyanígy határon túli magyar szervezetek közösségi helységeibe. Ne feledjük, hogy a Rákóczi Szövetség fiataljai itt voltak a koronázási játékokon is. Például, vagy a Vajdasági Magyarok Szövetsége, Erdély számos kulturális egyesületek közössége számára. Ez fontos adalék lehet. Ennek a naptár rendszernek az egy óriási előnye, hogy a napi valóságba emeli be azokat a hajdan volt eseményeket, amik a Szent Korona sorsa során megtörténtek, és így valahogy életközelbe, emberközelbe tudja. Tehát azt tudom mondani, hogy ma, ezen a napon, ebben az évben ez meg ez történt a Szent Korán, és már is itt van a mai valóságunkban. Mikorra nyilván óriási érdeklődés övezi majd, amikor megjelenik, mikorra várható a megjelenése? Hát a gyártás feltételei, tehát a megjelentetés az pillanatokon belül, tehát azonnal lehetséges lenne, de hát ugye előtte említettem a Covidot, ami nagyon hátráltatta ezt a dolgot, és hát aztán föltűnt egy lehetőség, hogy Székesfehérvár támogatná ennek a kiadványnak a megszületését, de hát időközben ugye kitört egy háború, és hát most olyan helyzetben vagyunk, amilyenben vagyunk, és pillanatnyilag fogalmam sincs róla, hogy ez a lehetőség, ez még mindig fennáll-e. Illetve hát időközben sajnos hónapok alatt a papírára is az egekbe ment, és nem csak a gázé és az olajé. Igen. Úgyhogy az előállítása is egyre költségesebb lenne. De hát örök naptár lévén én remélem, hogy túl fogja élni az anyag ezt a krízist is, és hát jönnek majd boldogabb idők, amikor jut rá forrás. De én azt hiszem, hogy bárki, aki ezt szeretné támogatni, és tehetné, hogy támogassa, akkor az, ha megteszi, azzal csak segíteni tudja a megjelenést, és hát közelebb hozni azt, míg az emberek ezt valóban kézbe vehetik, és kitehetik a falra. Történjék, így nincs kétségem felőle, hogy előbb-utóbb eljut az olvasókhoz, székesfehérváriakhoz, és mindazokhoz, akik érdeklődnek a magyar történelem iránt, a magyar Szent Korona története iránt, így ebben a formában is. Viktor, köszönöm szépen, köszönöm mindnyájunk nevében, mert azt hiszem, hogy ez egy fantasztikus lépcső afelé, hogy ismét megidézzük, anélkül, hogy a múltban révedeznénk, a magyar Szent Korona történetét azzal a méltósággal, ahogy te megtetted. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Nagyon köszönöm az érdeklődést. Kedves nézőink, Adorján Viktorral beszélgettünk a magyar Szent Korona kötetről, egy örök naptárkönyvről, ami azt hiszem nagy örömet szerez még nekünk a közeljövőben. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.